Menekültek kerítés, és kerítés nem csak Magyarországon van a probléma, nem csak Magyarország, hanem már a világ problémája, hogyan lehet megoldani. Egyebek mellett erről is beszélünk az ENSZ menekültügyi főbiztosságának magyarországi szóvivőjével, Simon Ernővel. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Szóval a kerítés nem csak nálunk van. Milyen hatékonysággal a tapasztalat az ENSZ adatai alapján? Mik a tapasztalatok? Azt mindenképpen el kell mondani, hogy a kerítések nem állítják meg a menekülteket, azokat az embereket, akik háborúk elől menekülnek, életveszélyből menekülnek, üldözhetés elől menekülnek. Ezek az emberek mindenképpen jönni fognak, hiszen az életüket mentik, a családjuk életét mentik, a gyermekeikét mentik. Ők mindenképpen jönni fognak, legfeljebb ezek a kerítések, ezek a falak nagyon sokszor arra kényszeríthetik őket, hogy még veszélyesebb utakon jöjjenek. Tehát nem csak kerülő utakon, hanem azok utak még veszélyesebbek, láthatjuk a tengeri utakat, hányan vesztik életüket, és vannak még más utak is, még több pénzbe fog kerülni a csempészeknek, még többet kell fizetniük, és még lehetetlenebb helyzetbe sodorják saját magukat, amikor az életük a biztonságuk kedvéért útnak indulnak. Van ilyen kategória, vagy az ENSZ is használ ilyen kategóriát, hogy gazdasági bevándorlók? Mert olyan nehéz ezt így meghatározni, hogy látjuk a szerencsétlen családok képeit, mozgó vagy álló képeit, most ebből a szempontból minden, és el tudunk képzelni sorsokat. Tehát abban biztos vagyok, hogy ezek az emberek nem jó szántukból és jó kedvükből vagy unalmukból indultak el, pár hónapos kisbabákkal, semmi cuccal, gyalog és az életüket és a családjuk életét kockáztatva. De mi az a gazdasági menekült kategória, amitől az országok rettegnek, hogy ők ott maradnak és nem dolgozni akarnak, hanem nyerészkedni, vagy nem tudom mit csinálni? Több tekintet a szívemből beszélt, mert igen, és sorsokat látok, én is kisgyerekeket látok saját magam is, egy 6,5 éves, meg a 3 éves kislányának apukája vagyok, hűha. És igen, tehát ezeket a sorsokat látom én is. Viszont gyakorlatilag az ENSZ két kategóriában gondolkodik. Menekült és menedékkérő, illetve bevándorló. A bevándorlók esetében nincs is szükség arra, hogy gazdasági jelzőt vigyesszünk eléje. Alapvetően arról van szó, amit ön is mondott az imént, hogy a menekültek, menedékkérők azok az emberek, akik nem önszántukból indulnak útnak. Őket az életveszély kényszeríti arra, hogy elinduljanak. Valószínűleg, hogyha nem lenne háború az országokban, vagy nem üldöznék őket azért, mert éppen valamilyen politikai nézetet vallanak, valamilyen valláshoz tartoznak, akkor sosem indulnak el, boldogan élnék az életüket a saját falujukban, városokban, a saját otthonukban. Míg a bevándorlók lehetséges, hogy szörnyen mély szegénységből, nyomorból, kilátástalanságból indulnak el, de ők mégis a saját döntéseket hozzák meg, ők mégis nincsenek direkt életveszélyben. Az ő esetükben az a döntés sokkal inkább adott egy ország számára, egy befogadó ország számára, hogy mérlegeljen, szüksége van-e az ő képességükre, végzettségükre, az ő szaktudásukra, míg a menekültekkel szemben a nemzetközi jog és az alapvető humanitárius kötelezettségek mindenképpen azt mondják, hogy be kell őket fogadnunk. De ott a kerítésnél, amikor ott állnak ezrek, vagy százak, vagy csak hárman, ki az, aki azt mondja, hogy te menekülsz, tudom, neked nehéz sorsod volt az országodban, te pedig úgy látom, hogy csak bevándorló vagy, és itt akarsz letelepedni és elvenni ebben az országban az itt élők elől a munkát. Ezt a kérdést nem a kerítésnél kell eldönteni. Gyakorlatilag azzal, hogy Magyarország is aláírója az ENSZ menekülti egyezményének, tehát tagja a UNHCR tagországának, ha úgy tetszik, azzal Magyarország is vállalta azt a kötelezettséget, hogy ha valaki menedékjogot kér, akkor beengedi az országba, és az országban az ő egyedi menedékkérelmét, az ő egyedi történetét kivizsgálja. Mindenkit külön-külön megnéz, hogy az ő kérelme jogos-e, az ő menekült státusza jogos-e megítélhető vagy sem. Tehát a kerítésnél ezt nem lehet elintézni. A számos fegyveres konfliktus világszerte, számos fegyveres konfliktus hatására drámaian megnőtt a menekültek száma. Ma látott napvilágot az ENSZ legfrissebb statisztikája, 60 millióra nőtt tavaly, tehát 2014-ben azoknak a száma, akik kénytelenek voltak menekülni, elhagyni az otthonukat. Ezzel hogy tud megküzdeni a világ? Ez a világ felelőssége. Valóban a számok drámaiak. Tehát a számok olyan hatalmasat nőttek tavaly is, annyi új konfliktus lobbant ki, nagyon súlyos konfliktus, és annyi már dúló konfliktus éreződött még tovább, hogy igen, soha még egyetlen év alatt ekkora növekedést nem láttunk, mióta a UNHCR létezik. A növekedés tavaly, a nettó növekedés, ha úgy tetszik, az több mint 8 milliós, de ugyebár van, aki időközben kikerül a menekült státuszból, vagy hazatérhet, vagy mondjuk az országában valamennyire helyreáll a rend, és ezért már más megítélés alá esik. Hogyha azt nézzük, hogy hányan váltak újonnan menekülté, akkor ez a szám 13,9 millió 2014-ben.
ez, hogy máshogy megvilágítsam, ez másfél magyarországnyi ember. Ez rettenetes szám, és ezek az emberek, hangsúlyozom, azok, akik valóban konfliktus elől, háború elől, erőszak elől menekülnek. Hát akkor ezt a világnak meg kell oldani, az biztos. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.